2015. novemberében döntött a testület arról, hogy a múzeumnak megújulásra van szüksége. A modern arculati elemek vázlatai elkészültek, melyet ismertettek is az érintettekkel. A terv az, hogy új logót, stílust és megjelenést kap a régi tárgyakat megőrző és kiállító múzeum. Nem csak nekem, hanem a jelenlévőknek is tetszett. Per János, az ügyvezető igazgató nem először volt itt, mi már beszélgettünk többször, ismertem is a munkájukat, ők komplexen gondolkodnak a kiállítások felújításának a tekintetében, tehát kezdve az arculati elemektől, a belső felújítástól, a grafikai és beleértve a tipográfiai elemeket is. A helytörténeti gyűjteményre már ráfér a felújítás, hiszen a létesítmény vezetője úgy gondolja, eddig nem vették fel kellőképpen a harcot a haladó és modern korral. Nekünk nagyon lenne, hogyha megjelennének a multimédiás eszközök is, hiszen akár az előadások anyagára, hogyha gondolunk, ha ezeket meg tudnánk jeleníteni, ez is fontos lenne, de emellett ami még fontos, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások modern eszközökkel, több duplummal, több olyan tárgyal, amit a gyerekek kézbe foghatnak, kerülhetnének bemutatásra, ez nagyon fontos lenne. A gyűjtemény belső felújítása nem csak a helyiek számára lenne érdekes, ide csalhatna több látogatót is a környékről. Ez is a célunk, hogy ha most ugye először még csak itt vázlatokat láthattunk, de egy több ütemű tervek alapján a múzeum rekonstrukciója vagy belső felújítása megvalósul, akkor azt gondolom, hogy nem csak a városból, hanem nyugodtan gondolkodhatunk megyébe vagy akár régióba is, tehát nagy területről bevonzhatja az érdeklődőket. A múzeum átalakítása hosszú tervezést és sok időt igényel, természetesen nem máról holnapra fog elkészülni, viszont a Városszépítő Egyesület tagjai bizakodva állnak a folyamathoz.